A Parkinson-kór jelenleg gyógyíthatatlan. Remegő kezekkel, kissé görnyedt testtartással beszélt betegségéről Péterné Sárvári Erzsébet, a Pécsi Parkinson Betegek Egyesületének elnöke bátaszéken. Többek között ez és az akaratlagos mozgások lassulása a legjellemzőbb tünetei a Parkinson-kórnak. A kór jelenleg gyógyíthatatlan betegség, azonban Péterné Sárvári Erzsébet azt mondja, megfelelő testmozgással sokat segíthetnek magukon a betegek. Az egyetlen ellenszer, amit beteg megtehető magáért, a mozgás, úgy testileg, mint szellemileg mozgásban kell maradni. Erre vannak különböző terápiák. Az orvosi terápiák körébe tartozik a gyógyszerezés és a műtét. Ezzel mi most nem kívánunk itt foglalkozni az előadás során. Bátaszéken tartott előadásának címe Parkinsonnal élni volt. Arra hívta fel hallgatósága figyelmét, hogy mikre kell felkészülni azoknak a betegeknek, akik időben észreveszik magukon a tüneteket és orvoshoz fordulnak velük. Azonban a Parkinson-kórban szenvedő embereknek van kiút a betegségből, ha megtalálják a mindennapok pozitív oldalát. Meg kell találni azokat a forrásokat magunkban, amitől pozitívan tudunk erre tekinteni, illetve meg kell találni azokat a lehetőségeket, ki állapota és habitusa szerint, ami úgymond örömet szerez, ami sikerélményt ad. Nekem most az egyik ilyen dolog ez az előadás sorozat. A Parkinson-kort a dopamin termelődésének csökkenése okozza az emberi agyban. Magyarországon csaknem 30 000 Parkinson-korban szenvedő beteg él.